Tamás vidám, nyugtalan alakjához, örökké kardozós, harcos, vitatkozós kedvéhez, gyermeki kíváncsiságához, talán úgy érezzük, nem méltó mostani bánatunk, amíg el sem kezdett gyászunk, felfoghatatlan veszteség tudatunk, egyenesen önsajnálatunk, hogy hiába várjuk, Tamás nem ér többé az ésbe, a legjobb őszi bemutatókon sem lesz ott, és hogy a színházlap újabb számát, nem is tudom milyen igét használjak, már nem ő küldi nyomdába. És végül, amit tényleg elvitt magával, hogy 35. éve először, idén nem szavazott a színi kritikusok díjára, arra a díjra, amit ő maga üdvözölt olyan lázasan, de egyben vitatkozva is magával, hiszen ő is az alapítók közé tartozott. Abban az első évben, 1980-ban, Csurka István deficitje lett a legjobb dráma, és Asher Tamás Osztrovszky rendezése a Nemzetiben a legjobb előadás. Történelmi pillanat volt, és Tamás a történelm alakítók közé tartozott, tudatában is volt szerepének. Mostani gyászunkhoz, veszteségünkhöz tartozik, hogy akkor az alapításkor, 1980-ban még 32 kritikus szavazott erre a díjra. Kritikus szakmán kétségbeejtő helyzetét mutatja, hogy ezt a számot a rendszerváltás után nem csak meghaladni nem sikerült, de még elérni sem. Ebben a kritikus szakmában olyan szál egyenesen állni, mint Tamás tette a mostani évad végéig, ma alig tudunk. Szemlesütve járunk, mert csak a saját buktácsolásunkat, széthullásunkat látjuk, és a bizonyosságot, hogy nem kellünk, megvannak nélkülünk, kritikusok nélkül is, hisz mondják nekünk nap mint nap, a kritika nem része a színházi szakmának. Én egy történetet szeretnék elmesélni Tamásról. Ez 2000-ben történt, amikor először volt lehetősége a Krétakör Színháznak egy nagyobb összegből létrehozni egy előadást, mert Avignonból kaptunk támogatást, és létrehoztuk a Next című produkciót, amely egy, hát szándékai szerint egy ilyen látványos nagy produkció szeretett volna lenni. Én azt gondolom, hogy beletört a bicskánk ebbe az előadásba, de akkor mi nem így gondoltuk, és hát rendkívüli módon fölháborított minket, főleg engem, amikor Tamás megírta erről az előadásról a véleményét. És ebben azt írta, hogy azt kívánja, hogy menjünk vissza a pincébe, ha már így följöttünk a fényre, menjünk vissza a pincébe, fogjunk egy ecsetet, és egy villanykörte fényénél kezdjünk el valahogy színházat csinálni. Ez 2000-ben történt, én ekkor diplomáztam, nagyon büszke voltam mindarra, amit csináltam és amit elértem, ezért rendkívüli módon dühített Tamásnak a véleménye. A pokolba kívántam, és azon gondolkoztam, hogy MGP-hez hasonlóan esetleg őt is kitiltsam-e az előadásainkról, de végül is úgy gondoltam, vagy úgy döntöttem, hogy nem, hanem ekkor volt lehetőségünk arra, hogy a Tália Színháznak a stúdiójába behúzóckodjunk, ami hát egy akkor egy, hát körülbelül úgy nézett ki, ahogyan azt Tamás leírta az ő kritikájában, tehát egy ilyen fekete, dohos, sötét, lámpa nélküli, majdhogy nem pincehelyiség volt, és hát nekiálltunk, és akkor egy kicsit így összekaptuk ezt a helyet, és azt az ecsetet, amivel kifestettük, meg annak a lámpának a fényénél, aminél festettük, azt kiraktuk az előtérbe, fölfüggesztettük. És nagyon kíváncsian vártuk, hogy vajon észreveszi-e Tamás ezt az utalást, anélkül, hogy ezt személyesen neki elmondanánk, vagy elárulnánk. És Tamás észrevette, tehát egy következő alkalommal ezt leírta egy kritikában, hogy ettől írta pozitív kritikát az első előadásról, amit ott készítettünk, ezt nem tudom. De minden esetre nagyon jól esett, hogy ő ezt értette, és hogy valamilyen módon létrejött egy valamilyen kommunikáció, egy kritikus és egy színházi műhely és egy színházi rendező között. Ugye ő 68-ban kezdte a színháznál, ő, hát valamilyen módon színházi gyerek volt, mert a mamája Madácskamarába dolgozott, de soha nem akart színész lenni, soha nem akart rendező lenni, nem akart író lenni, ő kritikus akart lenni.
És ez fantasztikus, mert hát ugye a kritikusok többsége, meg a rendező többsége, az elvetélt színész, meg elvetélt író, meg szóval mindenféle bajuk van magukkal. A Tamásnak nem volt baj a saját magán. Na most, borzasztó sok minden összekötött minket. Elsősorban az, amit láttunk a színházakban. Az azért nagyon meghatározza az embernek a fantáziáját és a logikáját, amilyen művészettel találkozik fiatal korában. És abból nem is fog tudni kiszakadni igazából, akármennyire nyitott ember is. Na most, fantasztikus közös élményeink voltak. Én még 75-ig írtam mindenféle egyéb helyekre, meg a Színház című lap, a színi kritikát, és nagyon sokszor vagy hármasba mentünk a Népszabadság autóján, MGP Koltai meg én, vagy kettesbe, mert a Tamás vitt, és hihetetlen élményeink voltak. Alapvető élményeink voltak. Valamilyen szervezet két jegyet adott neki, a Faustra, a George Strehrelnek a Faustjára, 90-ben, akkor mutattak be. És kirepültünk, és ott töltöttünk egy éjszakát egy szállodába, délután fogadott minket a maestro, fekete garbóba volt természetesen, ahogy egy ilyen nagy sztárhoz illendő, azt hiszem ugyanazt hordta a szerepben is, és órákon keresztül előadta magát kettőnknek, egyikünk se volt nő, egyikünk se volt megnyerendő színész, semmi, nem voltunk rendezők, semmi. Közönség voltunk, tüneményes volt, már öreg volt, beteg volt, fantasztikus volt. Na most utána a Faustot valahogy el kellett viselni. Nehéz mű, nem kétlem, én amúgy nagyon szeretem olvasni. Hát halálosan unalmas Faust volt, amit a Strehler oda rendezett, meg alakított. És hát nekem 5 perc múlva már úgy mehetnéken támadt. De hát nem lehetett elmenni természetesen. És úgy néztem a Tamást, és akkor vettem igazán észre, hogy ő örül, hogy ott lehet egy halálosan unalmas előadás. Boldog volt. Ez volt a titka. Hogy ő végig boldog volt. Hogy imádott akármilyen, de színházat látni. Imádta az akármilyen jobb-rosszabb kéziratokat javítgatni, és gyűjtögette ezt a világot magának, és egyre jobb lett, és egyre okosabb lett, és egyre mélyebb lett. Mert egyszerűen szerette a dolgot. Ezt szerettem volna elmondani. 21 cédula képzeletbeli feljegyzések, tennivalók, Koltai Tamás képzeletbeli íróasztaláról. Nem elfelejteni, este széthordani a színház friss számait, jegyszedők figyelmébe ajánlani. A színházaknak nem az a dolgok, hogy fogalmakkal operáljanak, de nem ártalmas, ha időnként az ember legalább egy szakmai folyóiraton keresztül a nézőket is fogalmazásra készteti. Jó lenne hasonló szerepet tulajdonítani a kritikának, mint egy valódi demokráciában egy valódi ellenzéknek. Kedd délben élet és irodalom lapzárta. Két előadás összehasonlítása az élet mércéjével, nem eltekintve az irodalomtól. Élet, mert változik és változni akar, és megszűnik az élet a színpadon is, ha nem változik, ha önmagát reprodukálja csak, és nem hoz létre új életet, de legalább mutánsokat. Bemutatni, hogy az egyik előadást az ismeri meg igazán, aki egy másikat is lát. Összefüggésekben gondolkodni, és a beszámolókban feltárni ezeket az összefüggéseket. Összemérni a mait a tegnapival, és a színházi világban látható már a holnapot sejtető produktumokkal. Átlépni a megyei és országhatárokat. Átlépni általában a határokat. Sürgetni a műalkotások és alkotók cserekereskedelmét, felhívni a figyelmet a szellemi izgalmak nemzetközi piacára.
csodálni azokat, akik felismerték, hogy élniük kell az életet, hogy színházat csinálhassanak, és színházat kell csinálniuk, hogy élni lehessen. Azzal fejezném be ezt a közös búcsúzást, hogy ott a kert végében együtt elültetnénk egy fát az ő emlékére, és akkor ez majd biztos megnő, és le lehet ülni a tövében egy jó könyvvel és olvasgatni, vagy beszélgetni, vagy vitatkozni, meg kezdni cserélni, vagy egyszerűen csak betérni egy pillanatra annak, aki éppen erre jár. There is a crack in everything. That's how the light gets in. That's how the light gets in. We asked for signs, and the signs were sent. The marriage day, the widow home of every government, those who have this fall to see. I can't run no more with that lawless power, while the killers in high places say their prayers aloud. Ah, but they have summoned up a thundercloud, and they're here for me.